veszett kart forgató. Guanyun Chang. Erkölcsös és igazságos. De a sors elragadta szellemét. Lesz-e még valaha hozzá hasonló? Erkölcsös és igazságos. Hatalmas a szíve. Akár egy bárányé. Kedves és megbocsátó. Mindig hű maradt az elveihez. Halál a tragédia. A farkas külső mögött egy bárány szíve lakozott. De ez a világ a farkasok világa. A farkasok világa. 20 évvel ezelőtt a Han birodalom nagyszabású invázióba kezdett. Én, Cao Cao, egy maroknyi harcossal az oldalamon. Küzdöttem a béke és az egyensúly visszaállításáért. Azonban Han Shao saját sereget toborzott, hogy eláruljon minket. Nagy létszám fölényben. Han Shao megtámadta Boma városát. Csapatunk kis létszáma ellenére mindig ravaszul és kitartóan harcolt, megnyerve minden csatát. De látva a rettenetes vérontást, a hadnagyaim harci kedve alább hagyott. Tudtam, hogy elveszíthetem a városait, de az embereim szívét soha. Akkoriban Guanyun Chang még nekem engedelmeskedett. Testében ezrek erejével. Guanyun Chang képes volt bármire. Tudtam, hogy egy ilyen fegyverrel a birtokomban bármely csatát könnyedén megnyerhetek. Amíg engem szolgál, nem veszíthetek. Sajnálatosan az ütőkártya Liu Bei kezébe került. Hogy játszhatsz ki egy kártyát, amely ellenfeled kezében van? Yun Chang testvér, gyere, egyél velünk. Helyes ilyenkor enni, uram? Hogy vagy? A segítséget kérem valamiben. Mit szólsz hozzá? Egy ilyen helyzetben mit számít a véleményem? Jó. Ölj meg nekem valakit. Ha meghal, véget ér a vérontás? Úgy lesz. Ki az? Türelem. Előbb együnk. Türelem. Előbb öljünk. Tartsátok a kaput bármi áron. Igen, uram! Guanyu az ellenséggel van, miért segítene nekünk? Minden ember a táboromban a segítségemre van. A tigris sem eresztjük vissza a dzsungelbe. Guanyu testvér, az ellenfelemnek 5000 katonája van, biztos menni fog? Kérek 30 elit katonát! Kitart velem!
Mindannyian más vezetőt követünk. Sosem harcoltunk egymás oldalán. De aki ma velem tart, az örökre bebizonyítja, hogy nem fél semmitől. Ha nincs ellene kifogásatok, mostantól szeretném, ha mindannyian testvérként harcolnánk egymás oldalán. Testvéreim, fogadjátok tiszteletem jeléül. Chang Yao harcolni fog. Ki jön még? Testvéreim! Öljünk! 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 Embered? Az ő embere. Ő felsége megérkezett. Erre. Ő felsége akaratából. Guan Yunchang. Előlép Han Shao őrzőjének. Hajolj meg, kérlek, ha elfogadod. Guan Yunchang nem méltó erre. Nem fogadhatom el. Yunchang testvér, hűséges szolgáló vagy.
Csak te vagy méltó rá. Nem tisztelitek ő felségét, és nem tehetek ellene semmit. Hogy lehet ez hűség? Szóval akkor szerinted senki sem tiszteli itt ő felségét? Sosem lehetett kardot hozni a palotába. Most pedig mindenki kardot visel. Nem tiszteletlenség ez az uralkodóval szemben? Nagy a káosz. Ő felsége védelmében hordunk mindannyian kardot. Hogyan mondhatod, hogy ez tiszteletlenség? Ő felsége jelenlétében, te Cao, miért nem hajolsz meg? Nem kell meghajolnod, nyugodtan állj fel. Guan Yu nem meri. Kit érdekel? Mindenki álljon fel. Na, nem kell hajlonganatok. Álljatok fel! Álljatok fel! Gyerünk fel! Álljatok fel! Testvérem, hallottad a császárt? Yunchang testvér, kérlek. Guan tábornok! Ugyan állj fel, és nem kell így hívnod. Megmentette az életemet. Hogy máshogy hívhatnám? Saját magad mentetted meg. Ne nézd le magad. Guan uram, ön egy igazi hős. Megmentett, és így újra születhettem. Teljesen új ember lettem. Guan Yu nem ezt akarta. Félreértés történt. Guan urammal félreértettük volna egymást. Vár a munka, uram. Menj. Akkor te minek neveznéd ezt, Cao uram? Így áll egy kis vizet. Guan Yu, ezen a földön korábban nem termett meg semmi sem. Vad volt. De idejöttünk, megműveltük. Beültettük Luo Yangtól egészen Szucsangig. 6 éven belül megszűnik az éhínség. Ez Cao Cao jósága. A Liu ház meggyengült. Így hát segítettem nekik. De vannak, akik szerint én voltam az, akik rájuk hozta a pusztulást. Mondd hát, nem igazságtalanság ez? Igazán költő ilyen beszélsz. Cao a nagy költő. Te miről beszélsz? Igazat mondtam. Az igazság, hogy Cao Cao az égiektől kapja a szavait. Szavak az égiektől. Már hallottam róla. Totális badarság. Ő felsége a császár rendelkezett a nevemben. Mindig lesz olyan, aki hinni fog benne. Még 2000 év múlva is, higgy nekem. De akkor is csak szóbeszéd. De csak kétféle ember hiszi el az ilyet. Az ostoba ember és a rossz ember. Liu Bei a rossz ember. Te pedig az ostoba. Tudod, hogy Liu Bei kihasznál téged. Jó. Ezt már szeretem. A szíved vezéreljen. Merj szeretni és utálni. Maradj velem. Dolgozz nekem. Fogadj hűséget. Ha az embereid nem lennének itt, akkor is ezt mondanád? Guan Yu, nem ölsz soha ártatlant.
ugye? Cao úr! Mit beszélgetnek ott? Jöjjön dolgozni! Felség, Cao napszámos munkára kényszerít. Ülj le. Nézd csak, a tábornokok is dolgoznak. Mi van? Úgy hiszed, hogy a katonáknak és a mennyei vérvonalúaknak szégyen ilyen munkát végezni? Nehéz idők nehéz tetteket követelnek. Ne aggódj emiatt. Felség, nem akarsz elmenni innen? Az előző évtizedekben tudod, hogy élt a császár erre? Egyik palotából mentem a másikba. Kutyaolból a disznóolba. Penészes búzát ettem, és koszos vizet ittam. És a többiek körülöttem megették a halott bajtársaikat. A vérüket itták. Hatalmas ez a világ, de ha nincs benne egy császárnak nyugalma, akkor milyen világ ez? Tudod, mit hozott magával Cao Cao, amikor először találkoztunk? Meleg kenyeret, és húsgombócokat, és puha ágyat. És a Han birodalom megvásárolható kenyérrel és húsgombóccal? Cao sosem akart császár lenni. Nem hisz benne, hogy egy ember megváltoztathatja a világot. Felséged, aki választott. Hogy változtathatnád meg a világot, ha nem hiszel az égiekben? Erhővel. Csak azzal változtathatod meg. A birodalmam most Cao Cao kezében van, mivel ő erősebb nálam. De hiszek benne, hogy egy nap erősebb leszek nála. És akkor majd Cao Cao visszaadja nekem a birodalmamat. Ha igaz az égiek ígérete, akkor enyém lesz a birodalom. Hé, Lihau, hé! Hogy van az apád? Mondd csak, jobban van? Már jobban van, de orvosságot kell szednie. Guán nagyúr. Elkészült a rizs, megyek megnézem. Rendben van, nagyúr, korán oda tettük főni. Azonnal kész lesz. Éhes vagy, nagyúr? Bemutatom Cao Mengdét. Cao nagyúr. Később visszajövünk, nagyúr. Hát ezek? Menekültek. Úgy egy hónapja érkeztek. Nincs se munkájuk, se élelmük. A birodalmadban élnek. Tehetnél valamit értük. Ne aggódj. Ígérem, kitalálok valamit. Guán nagyúr, ez egy gonosz ember! Ne mondj ilyet, Lihau! Lihau, hé! Hey. Cao nagyúr segít rajtunk. Fogd, vegyél orvosságot. Siess. Cao nagyúr. Yun Chang testvér. Viszlát. Viszlát. Nővéreim, visszavittem a piszkos kelméket az árusnak. Üdvözlet, nővéreim! Csillan, nem köszöntöd második testvért? A hozzá hasonlókat. Nem tisztelem. Csillan, tudhatnád jól, hogy ez Cao Cao terve. A nagy testvér mindig bízott második testvérben. Te nem sokára be fogsz házasodni a Liu klánba. Nem bízol meg Liu testvérben? Nem ismerhetsz senkit. Mindenki tudja, ha Guán tábornok el akar hagyni minket, akkor el is fog. Nincs ki megállítsa. Azt szeretném, hogy találkozz Liuval. Most, hogy Cao Cao elfoglalt, a Szucsengi csatával segíthetsz nagy testvér Liu-n. Talán igaza van. Testvérünknek nem kell aggódnia. Tegyünk úgy, ahogy Csillan mondja. Bátyám, könyörgök. Keresd meg Liu testvért. Csillan, tudja, mit kell tennie. Ti ketten egy faluból származtok. Neked kellene a legjobban ismerned őt. Bocsáss meg Guan Yu-nak, amiért nem teheti. Akkor miért vagy még itt?
Nem fáradtál el? Nem, nővérem. Pihenjetek egy kicsit. Rendben, eddig ezekkel végeztem. Szépek lettek? Ha, ez meg mi? Figyelj oda! Nem ez. Segít? Hadd segítsek. Anya! Hazaért a lányom! Hát itt hon vagy. Elég! Fejezzétek be! Tűnés innen! Itt van Liu tábornok! Végre békében élhetünk! Liu tábornok! Liu tábornok! Nézd, nővérem! Ez nem a tehenész fiú. Ne légy ostoba, ő a nagy Guan Yuncheng tábornok. Amíg itt van, addig békében élhetünk mindannyian. Liu tábornok, ő a mi lányunk. Még fiatal? Hát akkor egészségünkre. Ó. Egészség. Testvérem! Sírjas! Apám! Anyám! Tehát azt állítod, hogy Liu Bei törvénytelen felesége. Nem ismeri Guan Yut a szülőfalujából, Hedongból? Így igaz. Van új hír Liu Beiről? Liu Bei Han Shaoval harcol. Boma ostrománál Guan Yu megölte Ya Li tábornokot. Han Shao holtan akarja Liu Beit. És meghalt már? Nincs róla hír. Na, gyerünk! Kelj fel! Apám, apám, játszunk még! Gyerünk. Játszunk! Már mutattam, hogy kell. Te Hedongból származol? Igen, uram. Főzöl Hedongi ételt? Nem, uram. Dehogy nem, tábornok. Ez az. Tábornok. Főzzél. A Hedongi ételek gazdag ízvilága. Jól passzol a főzetemhez. Na, kóstold meg. A mester maga főzte. Wang Xuan likőr a neve. Ha csak inni hívtál, miért állnak őrök az ajtóknál? Félsz, hogy Guan Yu az életedre tör? Dehogy. Nincs elég erőforrás a háborúhoz. Ezért tilos szeszt főzni. A szeszfőzést fővesztéssel büntetjük. És aki iszik belőle? Az is bűnös. Akkor az a tábornok terve, hogy alkohollal öl? Úgy látom, hogy félsz az italtól. Miért félnék? Csak alkohol. Jó. Guan tábornok. Itt vagyunk ketten, és iszogatunk. Mondd, nem szokatlan ez egy kicsit? Megszegem a törvényt, ahogy mindig. Jó válasz. Guan tábornok. A jó étel rika. Ezekben az időkben ez a legjobb, amire futotta a szülőfalu ételeiből. Kóstold meg. Hm.
Hiányzik az otthonod? Nincs otthonom. Már hazaengedtem a Liu család utolsó tagját is. Utasítottam Chang Yaot, hogy 50 emberrel kísérje őket. Nagy lelkűen viselkedtél. Guan tábornok nagy lelkűnek hívott. Nem vagyok méltó e kitüntetésre. Azt mondtam, hogy nagy lelkűen viselkedtél. Nem azt, hogy nagy lelkű vagy. Hé! Hey, mondjuk, hogy csak egy senki vagyok. Gyerünk, Guan tábornok. Ígyunk még egyet. Egy valamit nem értek. Miért alacsonyítod le így magad? Ha békés napokat eredményez ezekben a háborús időkben, akkor bármihez lealacsonyítom magam. Guan Yu csak egy barbár. Hogy hozhatná el a békét? A seregedben sok a jó harcos. A jelenlétem csak zavart okozna. És mi lesz a testvéreiddel? Liu Bei-jel és Han Fei-jel? Mi lesz velük? Tudjuk, hogy milyen Liu Bei. Mert nálunk nincs gyűlölet. Szerelem sincs. Szolgálj engem, és megkapsz bármit, amit csak kérsz. Mit szólsz? Elengedted a Liu családot, így tartozom neked. Tudom a kötelességemet. De Liu Bei továbbra is a testvérem. Ha hallok felőle, útra kelek. Ha szerinted ez olyan, mint szabadon engedni egy tigrist, akkor ölj meg. Miért vagy Liu Beihez még a mai napig is ennyire hűséges? Guan Yu nem hajlik úgy, ahogy a szél fúj. Az itt maradásom csak problémát okozna. Jól mondod. Az ital üzzel bánatunkat. Nem jut elég idő az énekre és az ivásra. Ezt sose feledd. Igen, mondok valamit. Nem te vagy az első, aki megszegte a szesz törvényemet. Ki volt az? Konfúciusz unokája. Konlong tábornok? Miféle tábornok? Konlongot nehezebb rávenni, hogy lemondjon egy italról, mint téged maradásra bírni. Ígyunk. Jó. Itt jó. Köszönöm. Azt mondtad, nincs otthonod. Én adok neked. Itt maradnál, testvérem. Ebben a házban? Igen, ebben. Köszönet. Köszönet. Yeah.
Guan Yuchang, sosem fogsz elfelejteni. Túl sokáig vagy üres a szívem. Miért nem hagysz végre álmodni? Ha üres a szíved, hogy akarsz álmodni? Uram, az éterébe kevertem. 4 órán át kábult lesz. A lány pedig ideiglenesen megbénítottam. Napkelte előtt senki sem érhet hozzá. Húgom, kérlek, ezt ne tedd! Ez csupán álom. Ne aggódj emiatt. Akkor sem lehetek tiszteletlen. Még egy álomban sem mersz szeretni. Pedig nem féltél ölni értem. Azért öltem, hogy megvédjelek. Ha nem mondod, honnan tudnám, hogy mire gondolsz? Ha nem mondod, honnan tudnám, hogy mire gondolsz? Mire gondolsz? Hogy mire gondolsz? Mondd el nekem, hogy mire gondolsz? Mire gondolsz? Felháborító! Hiszen a sógornőm vagy! Gyere le! Hogyan merészeled? Mi a neved? Liu tábornok küldött ide. Megtalálja Han Shao táborában. Guan tábornok, meg kell hallom. Nem élhetek. Guan tábornok. Guan tábornok. Kinyitni! Kinyitni! Látni akarom Cao Cao-t. Cao tábornok épp ügyeket intéz. Nem tudjuk, mikor jön vissza. Guan Yu járt itt. Búcsút inteni. Hagyjátok őt. Hadd menjen, ha menni akar. Uram, ez nem bölcs döntés. Ígéretet tettem neki. Mivel kellett a háborúhoz? Éppen emiatt kell most, rendkívül körültekintően, eljárnunk Han Shao ügyében. Liu Bei Han Shao táborában van. Elengedni Guan Yut olyan, mintha engednénk a tigrist szárnyakat növeszteni. Duan Duo igazat mond. Guan Yu tudja, hogy mi mérgeztük meg. Biztos nagyon dühös ránk. Már megmondtam, ha menni akar, akkor mi hagyjuk elmenni. Értettétek? Szóval azt mondod, hogy Han Shao egyik tábornoka át akar állni. Tőlünk tábornok eszes és bátor, de nem értékelték, ezért átállna hozzánk. Ha nem értékelnek, akkor átállsz az ellenséghez. Mire gondolhatott? Te ajánlottad őt. Felelsz érte. Értettél? Igen, uram. Han Shao támadásra készül. Cien Duong és Sun Quan megpróbálja majd kihasználni. Mit tegyünk? Mondd. 5000 emberrel támad meg Cien Duongot. És küldj 39 orgyilkost, hogy megüljék Guan Yut. Hát akkor tegyetek így.
Húgom. Üdvözlet. Indulhatunk. Köszönjük a nagy lelkűséget, Guan testvér! Köszönjük, Guan! Gyerünk, állj fel! Álljatok fel! Mindenki álljon fel! Álljon fel! Minden, amitek van, Cao tábornoktól van. Ha meg akarjátok köszönni, köszönjétek Cao-nak. Guan nagyúr, Cao tábornok elintézte, hogy maradhassunk. Ez jó hír. Guan testvér, kérlek vedd el és vidd magaddal az útra. Ezt tartsd meg szépen, és viseld gondját az apádnak. Fogadj szót anyádnak. Légy jó. Vigyázzatok magatokra. Pár testvér! Jó utat! Jó utat, Guan! Indulunk, sógorné! Jó utat! Vigyázz magadra! Jó utat! Jó utat, testvér! Chang útra kelt. A császár parancsára meg kell halnia. Mi van? Jó. Metsz! Mozgás! Nézd, milyen friss! Ne, nincs rá szüksége. Vedd el! Mennyibe kerül? Legyen 4. Leszállni. Mi a neved? Guan Yu vagyok. Mivel bizonyítod? A szavadon kívül. Bátyám. Tábornok, minden rendben van? Ő is szálljon ki. Miért kell kiszállnia? Ne nehezítsd meg. Sajnálom, húgom. Ő
felsége parancsára meg kell ölnünk Guanyut! Bátyám! 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 Cao ígéretet tett. Ha menni akarok, akkor elengednek. Ez csak rád és Cao-ra tartozik. Én parancsot kaptam. Cao volt, vagy valaki más? Ki akar holtan? A parancson a jel. A császári. Miért kell megölnöd Guanyut? Nem mondhatom el!
Úgy tűnik, nem követnek. Hajnalban északnak indulunk. Nem zavarlak tovább. Bátyám, ami ma történt, azt senki se akarta. Embertől nem, csak a csatatéren szabadna. Nagyon elszánt volt. Meg kellett tenned. Ismerem az értékeidet és az erkölcsösséget. Azért kaptad ezt a különleges képességet, hogy békét hozza világra, és legyőzd a gonoszt. Guan Yu csak egy harcművész. Nem méltó a dicső szavakra. Sogornőm, ezt tartsd magadnál. Veszély esetére. Sokszor mentettél meg. És sokszor öltem. Mindjárt hajnalodik. Időben útra kell kelnünk. Légy óvatos, maradj mellettem. Fú! Emlékszel még rám? Guan! Testvérem! Hogy megy sorod? Ha? Ő itt Liu Bei felesége. Aha. Guan testvér, hogy megy sorod? Nem olyan jól, mint ahogyan neked. Itt dolgozhatsz, és csupa testvérrel vagy körülvéve. Az egész Donghao miatt van. Ilyen lettem, miután meggyújtotta a tüzet. És mondd, hogy van a testvérem? Az életem sosem lesz már a régi. Nagy kár. Mindenki tudja, hogy a te családod fegyverei a legjobbak az egész birodalomban. Talán túl jók is voltak. Ezért járt úgy a családom, ahogy.
Ha a Guan testvér nem segít, nem csak a kezemet veszítem el. Nehéz időket élünk. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Őszinte leszek. Visszatérnék Liu Beihez. A testvéreiddel követhetnétek. Jó sorotok lenne Liu Beinél. Nem mehetek. 10 hosszú évig szolgáltam háborúban, és már nem fűlik a fogam a gyilkoláshoz. Nem nyaggatlak. Viszont nem csak ezért jöttem. Szívességet kérnék. Egy csónak kellene. Szeretném biztonságban tudni a sógornőmet. Guan testvér, hagyjuk abba a harcot. Nem hullott még elegek vére? Azért harcoltunk, hogy végre béke legyen. A dolgok jól alakultak, mióta Cao nagyúr uralkodik. Majdnem, hogy béke van. Már Cao-t követed? Csak egy átlag ember vagyok. Cao azt akarja, hogy igaz életet éljek. Ez egyszer el tudnál engedni? Guan testvér, nem érek fel veled. Viszont a parancs az parancs. Guan testvér, miért nem hajoltál el? Tudtad, hogy mérgezett a nyíl? Mert testvérek vagyunk. És nem ellenségek. De ezzel most vége van. Miért nem védekeztél? Mert testvérek vagyunk. Hogy ölhetnélek meg téged? Mogdán! A testvérem! Meg foglak ölni! Megölni! 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 Bátyám!
Sógornőm! Vége! Most meg foglak ölni! És ezzel megbosszulom a testvéremet! Csak engedd el a húgomat! Hát felébredt. Buddhista szerzetes vagyok, Fúcsin. Köszönöm, hogy megmentettél. Ülj le, kérlek. Én csak orvosságokat adtam. Az elmúlt napokban Csillán húgunk volt az, aki gondodat viselte. Imádkozott éjjel és nappal. Kérte Buddhát, hogy vigyázzon rád. Törődik veled. A méreg beivódott a csontjaidba. Sajnos erre nincs orvosság. Később a hideg napokon és esős éjjeleken szörnyű fájdalmaid lesznek. Hát, örülök, hogy élek. Élned kell. Egy igaz életet. Azonban ne élj szenvedésben és fájdalomban. Nem vagyok ennyire bölcs. Csak a fájdalmat ismerem. Ugyan már. A fájdalom időnként megtalál minket. Nincs ezzel baj. Hol van Guan tábornok? Arra kért, hogy
Vigyelek el Liu tábornokhoz, amint lehetséges. Testvérünk hova ment? Nem beszélt róla. Csak útbaigazítást kért észak felé. Úgy hiszem, a közelgő ellenséget keresi. Azért indult észak felé, hogy a te utad hazafelé biztonságos legyen. Te vagy Guan Yu? Te pedig Bianxi, aki megölt 5000 ártatlan Pang Chao-nál? 5000 lázadót. Az életük fabatkát sem ért. Megérdemelték. Úgy hallottam, valaha te magad is lázadó voltál. Teszel dolgokat, ha éhes vagy. Bármit, amit csak kell. És milyen jó teszem most. A hibákat ki kell gyomlálni. Olyan vagy, mint én. Nem igaz. Én sosem öltem. Élelemért. Tévedsz. Olyan vagy, mint én. Hola! Han Shao 10000 emberrel megérkezett Guandához. Több száz hajóval uralja a folyót. Kérkednek és lármáznak. Olyanok, mint a nyúlon lakmározó oroszlán. A barbár Han Shao oroszlán akar lenni. Alkossunk kis csapatokat, és üssünk rajta minden oldalról. Ha, még a legerősebb oroszlán se bír el ezzel. Hol vannak most Liu Bei katonái? Luyangnál. Csupán ezren lehetnek. Ha Liu Bei Luyangnál van, miért tart Guan Yu északnak? Kongxi, Cientvongból, utána Han Fuliangból, és Bianxi Sishuiből. Egytől egyig minden, Guan Yu kardja végzett. Miért? Mondjátok meg! A tábornokok megpróbálták megölni az áruló Guan Yut. És miért? Kinek a parancsa? Én azt parancsoltam, hogy engedjétek elmenni. Nem értettétek? Vagy talán ellenszegültök? Uram, én parancsoltam. 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 Mondd csak, mi ez itt? Csak nem ellenem, ellenem akarnak fordulni mind. Uram, Tuendon nem akart ellenszegülni az akaratodnak, de Guan Yu túlságosan erős ahhoz, hogy elengedjük. Te is letérdeltél. Te is elárultál. Kérlek, uram, nyakunkon a háború. Kérlek, csak engem ölj meg. Csak téged öljelek meg? Legyen. Uram, ezért nem érdemel halált.
Inkább a többiek áruljanak el, de te másokat soha. Nem ezt mondtad, uram? Mit mondtam én? Inkább a többiek áruljanak el, de te másokat soha. Igen. Ezt mondtam. Keljetek fel! Igazatok volt. Tévedtem. Guanyu azt mondta, nálunk nincs szerelem. Igaza volt benne. Add a kezed. Nem uralom az embereim. Hogy uralhatnék egy nemzetet? Nem uralhatod azt, aki szeret valakit. Merre találom a bíróságot? A bíróság zárva van. Úgy hallottam, hogy a helyi bíró egy kapzsidisznó. Még a törvényeket is megszegi. Elüldözött szinte minden lakost a városból. Tévedsz. Gondok vannak a várossal. Ezért mentek el. Én azt a bírót keresem, nem téged. Én vagyok. Mi a kapcsolat köztetek? Én voltam a helyettese. Múlt hónapban levágtam a fejét. És így én Wang Ji lettem, a tiszteletre méltó Xiang örökös bírája. Miattad mentek el a lakosok? Az ideutadon tábornokokat öltél, teljes káoszt előidézve. Bajt hoztál az emberekre. Wang Ji most megállít téged. Ugyanis nincs más erre a nemes feladatra. Jó katona vagy. Felejtsd el! Jó forgatod? Nem én vagyok jó, hanem a kard. A kardod jó, de az akaratod még gyenge. Tudom. Yeah.
Fáradt vagy? Elég. Nem vagyok. Ha folytatod a harcot, elveszted az életed. Ha kissé feltartalak, akkor már megérte. Így nekem. Azt gondolod, hogy bántom az ártatlanokat? Manapság nehéz megmondani. Cao azt mondta, elenged. De meg akar öletni. Mégis mivel magyarázod ezt? A törvényeket be kell tartanunk. Ha Guan Yu rosszat tett, elfogadja a büntetését. Wang Ji, engedj dolgomra. Visszatérek Xinjiangba. És befejezzük ezt. Nem fogsz visszatérni, mivel el sem mész. A minap egy buddhista szerzetes és egy nő Yuya felé tartott. Én magam vezettem el őket az útig. Meghívtam őket Xinjiangba. Hol van? Galambból üzentem a császárnak. Megüzentem neki, hogy merre járnak. Add fel magad, és könnyítsd meg ezt. Siess! Ha nem, éhen fognak halni. Merre van? Mondd meg! Vagy nem könyörülök az életeden? Nem kell. Most már menjünk vissza! Gyertek! Menj már! Guan Yu vagyok. Egy hölgyet keresek, és egy szerzetest. Láttátok őket? Megölte Wang tábornokot! Megölte Wang tábornokot! Engedd el a fiamat! Engedd el a fiamat! Lukodj meg! Engedjen el! Szújjuk meg Wang tábornokot! Engedd el! Halálra! Halálra! Meg! Kövezzétek meg! Halál! Halálra! Halálra! Egy olni! Kövessétek meg!
Shang-Chi nem öl ártatlanokat. Megtaláltuk Csillánt és a szerzetest nem messze a várostól. Gyerünk, induljunk. Őket. Ők mind Wang Ji emberei. Bárhogy is kértem őket, nem árulták el, hogy van Csillán és a szerzetes. Csak akkor árulták el, amikor Cao tábornok ideért. Meg kell halniuk, mindnek. Guan tábornok, életben maradhatnak. De ha ezt kikotyogják, az nem tesz jót a császárnak. Rossz hírnév, évezredeken át. Az a halál fia lesz! Úgy tűnik, mégsem leszel hős. Add fel végre. Aki megpróbálja, azt én magam ölöm meg! Rendben. Guan tábornok nem akarja a halálukat. Engedjétek őket. Figyeljetek! Ha kiderül, ami ma itt történt, akár egy szó is. Meghaltok. Mindannyian. Végeztünk. Guan Yu, testvérem, lehetsz a hős. Én pedig... a gonosz. Lu Yang maga volt a pokol, de meglátták a fényt. Amit tettél, arra nincs szó. Sajnos Lu Yangon kívül pokoli a helyzet. De a pokol, amiről beszélsz, csak a dolgok másik nézőpontja. Ha belegondolsz, a menny és a pokol egy és ugyanaz. Bárcsak felépíthetném itt a mennyországot, de lehet, ez nem az én időm. Hogyha mindenbe többet látunk bele, azzal a saját poklunkat teremtjük meg. Tehát azt akarod, hogy gondolkozzak egyszerűen? Nehéz lesz. A pokolban is van mennyország, és ez fordítva is igaz. Kérlek, gondold át. És aztán hoz döntést. Úgy lesz, ahogy kéred. A lovak jól laktak. Cao uram, nagyon köszönöm. Uram, viszlát. Köszönöm az útbaigazítást. Köszönöm. Jó utat. Ülj le. Menj vagy pokol számomra. Számodra. Csak az a különbség, hogy miként gondolsz rá. Mondd meg az igazat. Azt akarod, hogy gyilkoljak? Mennyit kell még ölnöm neked?
Guanyu egy igazi hős. És van olyan hős, aki nem öl olyan időkben, mint ez. Mennyit kell ölnem? Han Shaonak 20 000 katonája van. Megölsz 2000-et, és veszíteni fog. Ebben biztos vagyok. És miután Han Shaot legyőzted, hogy hozol békét az országra? Ru Zhanggu Sunyant. Chuling pedig a tengert felügyeli. És aztán? Aztán egyesítem az egész országot, és akkor békében élhetünk. Biztos vagy benne? Teljesen. Az értékek nem elegendőek. Ide törvények kellenek. De minden ember más. Erkölcs nélkül hogy lesznek szabályok? Egy gyűlölettel teli világban nincsenek normák. Han Shao 2000 emberének halála nem szít több gyűlöletet? Ezt az árat meg kell fizetnünk. És ha Guan Yu megöli Han Shaot? Remek! Épp erről beszéltem. Ezzel megmentenél 2000 embert. Hol találom Han Shaot? Akkor segítesz? Nem ígérem. Han Shao halála után egyszerű életet akarok élni. Nem hiszem el. Egy hős sosem élhet egyszerűen. Ha megtetted, Liu Bei nem bocsát meg. Ha vége, visszajössz velem. Hádóba fogunk menni. Liu testvér mindent átlát. Meg fogja érteni. Ha nekem kell megtennem, meg fogja érteni. Ha azt akarod, hogy maradjak, csak mondd és maradok. Szívesebben mennék haza a földekre, az állatokhoz. Tehát? Rendben. Szavamat adom. Uram, Guan Yu valóban maradni fog? Tudod te, miért nem legelnek a lovak kétszer egy mezőn? A visszanőtt fű nem olyan friss. Ez az! Liu Bei ideje lejárt. Cao ideje végül csak eljött. Hugom, mindjárt elérjük a sárga folyót. Én itt megállok. Bátyám! Bátyám! Hugom. Bátyám. Muszáj ismét búcsúzkodnunk. A halucinációban nem engem láttál. Csillán tudja, hogyan érzel. Mindig is tudtam. Ha Lujangba érek, megkérem Liu testvért, hogy hozzád mehessek. Ostobaság! Te Liu Beihez tartozol. Hogy mondhatsz ilyet? Csillán Gulán Yu felesége akar lenni. Sokszor kockáztattad az életedet az enyémért. Tudom már nagyon régóta. Akkor régen is miattam öltél, de nem mondtad el. Azért, mert mégsem szerettél engem. Ha valóban szeretsz engem, Liu Bei áldását fogja adni ránk. Gyere velem. És ha nem megyek? Akkor is szeretnél? Ég veled. Nem szolgálhatod Cao Caót! Tedd azt le! Elárulnád Liu testvért? Azért, mert nem szeretlek? Sosem gondoltam. Csak Liu testvér egyesítheti az országot. Ha Cao nyer, tovább nő a káosz. Én csak a legjobbat akarom a népnek.
Mindenképp meg kell halnom. Úgy látszik, meg kell halnom. Mondd meg Liu Bei-nek, hogy Guan Yu halott. Úgy sajnálom. Nem a te hibád. Ne aggódj. Guan Yu sosem tesz rosszat Liu Bei-nek. Ég veled. Uram, akarod, hogy körülnézzek? Hagyja csak. Csak várni kell, és vége lesz. Nyugalom. Vigyétek Cao-t! Adott parancsot. Ki volt az? Öld meg. Hol van Guan Yu? Én voltam. Engedd át Guan Yut, vagy lángolni fog a vidék. Megmerem ölni őt. Akkor tedd is meg. Ha nem is éppen ma, de a vidék lángba fog borulni. Legyen. Meg fogom ölni. Yeah!
felség. Induljunk. Nem mehetsz el. Miért akartok megölni? A császár parancsa. A császár parancsa? A császár parancsa? Nem kívánsz tovább élni? Az életem már rég véget ért. A tiéd is. Guan testvér, ne kényszeríts! Tűnjetek el, vagy megöllek mindnyájatokat! Aki hozzáér Guan Yuncsánghoz, az halott! Yuncsáng testvér, fejezzük be! Ez a gazember nem éri meg. Teszek a császárra! Megállj! Az égiek választottak, nem ölhetsz meg! Akkor az égiek nevében teszek igazságot! Guan Yuncsáng! A császár nem halhat meg! Ha meghal, úgy okot adunk a lázadásra. És még több gyilkolás lesz. Hát nem fogod fel? Egy nő miatt. Aki nem szeret téged. Hátat fordítottál a világnak. Ő a sógornőd. Egy másik férfié. Mondd mégis, mit akarsz tőle? Hogyha béke lesz, én magam ölöm meg azt a hitvány gazembert! Én, Cao Meng, de ígérem neked. Cao, ez a vidék sosem lesz békés. Indulok. Guan Yuncsang 7 éven át harcolt Liu Bei oldalán a rivális Wei és Wu birodalom ellen. Földi pokollá változtatva ezzel Kínát. 20 évvel később Wei és Wu megtámadta az erősítésre váró Guan seregét. Guan Yuncsang utolsó leheletéig harcolt emberei oldalán. Végül a túlerő legyőzte, fogságba esett és megölték. Levágott fejét pedig elküldték Cao Caonak.
Azt akarom, hogy tudja meg az egész világ, hogy Guan Yu haláláért nem mi vagyunk a felelősek, hanem azok a hitvány gazemberek. Cao nagy úr, Sanchanra gondol? Sanchan, csupán egy közülük. Ott van Liu Bei és Kong Ming. Azt akarom, hogy tudja meg a világ. Ők voltak, akik megölték Guan Yut. Úgy tűnik, a háború elkerülhetetlen. Persze. Guan Yu halálával, hogy ki nyer és ki veszít. Sajnos azt már nem láthatjuk előre. Még ha meg is halt, Cao nagy úr hasznát veheti. Sosem állítottam, hogy bárány vagyok. Cao Cao ünnepélyes keretek között temette el Guan fejét, remélve, hogy ezzel háború Cicsú és Bu között. Wu fejedelmi módon temette el Guan testét, és templomot emelt neki. Ezzel a szövetség felbomlott, és Guan Yuncsang temetése után Liu megtámadta Wu-t. Az elveszett kard forgató. Magyar hangok. Rajkai Zoltán, Schmidt Zoltán, Csifó Dorina, Megyeri János, Holnándor, Seder Gábor, Katona Zoltán, Szabó Máté, Gubányi György István, Király Adrián, Solecki Janka. Magyar szöveg Győri Gergely. Hangmérnök és vágó Nagy Márk. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Bartusz Attila. A szinkront az AMC Central Europe megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara. Oh,
战场，谁的惊奇？